Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Trading Cards Zone, és a mai videóban pedig egy teljes display dobozt fogunk megnézni, egy nem friss szériáról, ám bár nekem különleges, és szerintem nektek is az lesz, hiszen Popetron mancsőrjáratos kártyákról van szó, ami Magyarországon nem jelentek meg. Ez Németországból van. Hát itt valaki kibontogatta, de elvileg megvan benne a 24 csomag, ami ír a Panini. Hát kicsit gyűrött, de maga a kártyacsomagok rendben vannak, és 24 csomagot azért nem minden nap bont ki az ember, ez egy szép mennyiség. Ugye 5 kártya és egy matrica, a pack dizájnon változnak a karakterek is, úgyhogy ez is tök szuper. Akár össze is rakhatjuk a displayt, úgy letépjük, mintha csak újságosnál vagy boltban lenne. Hát majd meglátjuk, mennyire áll össze, mert azért mondom, már kicsit meg is van sárgóvá, hát ez látszik, hogy pár éves szériáról van szó. Nagyjából megpróbálom itt. Oké. Amennyire lehet összerakni, szerintem egész kultúrát lehetett volna jobb is, de végül is nem rossz. Így látjátok, hogy hány pak van hátra. Itt az album, ezt ugye egy starter pak formájában megnéztük, ez a lényeg, ezt kellene megtölteni minél több ilyen kártyával. Úgyhogy nézzük meg akkor, bontsuk ki. Azt mondja, hogy ilyen lekerekített kártyákról van szó, tehát itt is Chase-nek a járgánya, hátulján a számozás, tehát az alapján tudod ugye albumba tenni, és szépen le vannak kerekítve a sarkai. Nekem ez bejön őszintén, szóval nem néz ki rosszul, van csillogós is, illetve a végére pedig egy matrica is össze van tapadva egy picit. Ott a csillogós kártya, és itt van 4 darab matrica, amit bárhová be tudsz ragasztani, tehát nem kötelező albumba, akár leckefüzetbe, vagy bármilyen matricás gyűjtőfüzetbe bemehet. Tegyük külön a csillogósokat, ezáltal megnézve, hogy mennyi jön egy displayből. Ezek már sima kártyák, amin nincs ilyen csillogós felület, itt pedig a matrica. Oké, tehát azért van benne cucc, nem lehet mondani, hogy nincsen. 120 kártya és 20 darab matrica, ami összegyűjthető. Elvileg ez a display doboz, akkor így akár elegendő is lehet a kigyűjtése ez a szériának. Kérdezve teszem fel, mert nem biztos. Mert lehet, hogy lesz egy-két hiányzom, de szurkoljatok, hogy ne legyen. Az Arany Rebel kártya, nagyon jó. Most a kisfiam elkezdte nézni a Rebelnek a külön sorozatát. Nem is tudtam, hogy van ilyen, nagyon meglepett. Csak Rebel van benne, mármint hogy ő a lényeg. A többiek már annyira nem a gárdából, de a sima Paw Patrol is nagyon jó, és még egy logó kártya is van. Kigyűjtése így tehát a sok kártya miatt talán, vagy a kevés kártya miatt talán nem olyan nehéz. Ó, de jól néz ki Sky! Nagyon-nagyon tetszik, itt pedig az ikonok. Hát ebbe a csillogós igazából csak a Sky volt. Nincs akkora különbség a csillogós meg a nem csillogós között, ahogy látom. Elég könnyen össze lehet téveszteni. És 80 base, 20 metal és 20 sparkling kártya van hozzá. Nagyon jó. És akkor jön még itt. Egy szép logó. Szuper. Úgy is van. Nézzük a következőt. Nagyon szép ez is. Mi jön itt a matricás részen, ez általában csillogós szokott lenni. Így van, járgányok a matricákon, illetve egy ikon. Nézzük a következőt. Ez a Halloween-es tematika, ez nagyon megy, ahogy látom. Más tematikára, ilyen karácsonyra, még ilyesmire nem ültek rá, tehát az nincs. Mennyi kártya van ebbe? 1, 2, 3, 4, 5, és ott volt a hatodik, 6 kártyás csomagba is bele lehet nyúlni. Everest nagyon jó. Ja, ez csillogós? Nem. A Halloween-es az nem csillogós. Na, meglepett a 6 kártyás pak. Szerencsésnek mondhatom magam. Ott is a csillogós a csapatról. Tetszik a kártya olyan szinten, hogy nem a sorozatból, filmből kiszedett jelenetek vannak, hanem bizony meg van csinálva normálisan, hogy itt ki van vágva, körbe van vágva, egy szép háttérrel, a kutyik, tök jól néznek ki. Nagyon megúszósnak éreztem volna, ha csak a sorozatból kiszednek egy-egy jelenetet, mert a matricánál ugye ezt szokták csinálni. Ez így most szerintem
jobb megoldás. Everest, és nem is értem, hogy Magyarországon miért nem jelent meg egyébként. Ó, ez ilyen puzzle, de jól néz ki, nagyon-nagyon tetszik. Nem is értem, hogy Magyarországon ez hogy-hogy nem jelent meg Marshall közben csillogósba, mert nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik, óriási hibának vélem, úgyhogy feladatomnak éreztem, hogy bemutassam nektek. Ez is de jól néz ki, színkavalkád. Feladatomnak éreztem, hogy beszerezzem külföldről, és ez nem is csillogós, és megmutassam nektek, hogy bizony ilyen is van, Mancsőr járatos kártya is van. Nagyon jók ezek is, a matrica mindig ragad, de tönkre nem teszi a kártyát, ott egy kalózos tematika is felüti a fejét. Még van bőven csomagunk, és focizós kutyik is vannak. Egymás után jönnek még mindig az olyanok, amik nem duplák, tehát egyszer se találkoztam velük. Ami nagyon jó, mert egy 100%-os album az igazán ünnepélyes lenne, annak nagyon tudnék örülni. És már pedig azért tudnék neki örülni, mert nem terveztem ebből még vásárolni. Tehát szeretném megúszni, hogy ne kelljen venni még csomagot. Jó lenne, hogyha ennyi kártyával be tudnám fejezni az albumot. Ám bár egy display doboz az ritkán szokott elég lenni. Sőt, a legtöbbször nem elég. De talán még egyéni kártya formájában be tudom szerezni, ugye. Hiányzókat, ha csak 2-3 darab marad, akkor arra szívesen költök pénzt, hogy teljesen 100%-os albumom legyen. Ha már vettem egy diszplét, jól látom, hogy ebben nulla csillogós volt, igazán lelombozó, még a kutya kaja se derít jobb kedvre, ha nulla csillogós, az kifejezetten egy szomorú mennyiség, főleg, hogy a matrica alatt eddig nagy részében csillogós volt, és ez most is igaz. További kutya kaja. Nézzük, mik vannak még. Ez a színes hátteresek nagyon jók. Ott van még egy csillogós. És akkor így néz ki, amikor nem csillogós a matrica alatti. Hát szomorú-szomorú vannak ilyen pakkok is. Nézzük a következőt. Ezek se rosszak. Nagyon jól néz ki. Mi van itt? Egy csillogós cséz. A jelvények. És most már fogyogatnak a pakkok. Már érzem, hogy kevés van. Na, de azért válogassuk le őket. Ott csillogós jön, bizony-bizony, egy ilyen metal effekt csillogós kártya. Kájnak a jelvénye. Na ez már marsolnak egy ilyen szuper kutyis jelmezben. És itt pedig Everest jön nekünk, illetve kettő darab csapatfotó. Jól néz ki. Oké, nézzük a következőt. Kalózos tematika, és itt bizony csillogós fog jönni. Úgy is van Everest, na az most már dupla, az biztos vagyok benne, hogy az már dupla. Utolsó csomagot nézzük meg, lessük, hogy jön-e valami, itt már azért duplákkal úgy szintén találkozni, és csillogós nem jön a végére. Szóval az alapkártyák mennyisége az igazán impozáns, nem kevés alapbészkártya, viszont a csillogósokra se lehet panaszkodni, ez is elképesztő, brutális mennyiség, úgyhogy azért lesz mit belepakolni az albumba. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha sikerül 100% is érdekel titeket, akkor nagyon szívesen bemutatom, ellenkező esetben legközelebb találkozunk egy következő videóban. Addig is jók lehetek, nézzetek át a többi csatornámra is, minden a leírásban. Sziasztok!